A könyvnek az a címe, hogy Magyarország kormányzása 1978-2012, tehát ez egy kormányzástani könyv. Lényegében három részből áll. Az első a kormányzás fogalmával, tartalmával, szintjeivel, alkotóelemeivel, technológiával, stílusával, nyelvével foglalkozó rész, amely inkább ilyen alapvető fogalmakat tisztáz, és talán a Egyetemi oktatásban felhasználható. A második rész lényegében a magyar kormányzást fogja át. 1978-tól. Miért 78-tól? Mert tulajdonképpen akkor indul meg a nyugat felé való nyitás az olajválság hatására. Kettő van egy személyes oka is, hogy én azóta vettem részt kormányzati tevékenységben, tehát onnan vannak a személy élményeim. Ez egészen a második rész 2010-ig, tehát a a legutóbbi választásokig tart, és végül van egy harmadik rész, amely a jelenlegi kormányzást kívánja értékelni, és az a címe, hogy épül-e új állam, van-e negyedik köztársaság kormányzása jelenleg Magyarországon. Ebből áll a könyv. Hát ugye a rendszerváltozás után, a kormányok kapcsán ez a könyv úgynevezett derülátóan kedvezőtlen értékelést tartalmaz. Tehát mindegyik kormányról próbálja elismerni azt, amit jót tett, amit többet hozzátett, és hát föltárni igyekszik, hát persze szubjektíven, mert nyilván a szerző elfogult a hibákat. Hát ugye a, a szocialista kormányzás még egy olyan soft diktatúrában is, mint ami a, a Kádári Magyarország volt, az alapvetően ugye a pártnak a fölényén egy informális, Úgynevezett szuperállam a párt személyében, amelyben azért a kormány nem teljes értékű politikai vezetője az országnak, mert a vezetés irányítja az országot. Most ez Magyarország olyan sajátosan történt, hogy a párt a kádári rendszernek a első tíz éve után, úgy nagyjából, tehát a 60-as évek közepétől, azért a kormányon keresztül és törvényeken keresztül érvényesítette a főhatalmát, tehát nem úgy történt, mint mondjuk a Szovjetunióban, vagy a Rákosi rendszeren Magyarországon, hogy a jogon átnyúlva érvényesítette a párt a politikai akaratát, hanem alapvetően, a, ha valami nem tetszett neki, akkor megváltoztatta a törvényt, tehát a jogon keresztül, ezért szoktuk mi, Jogászok kvázi jogállamnak nevezni. Magyarországon alapvetően a pártközpont a külpolitikát és a belügyi tevékenységet, valamint az ideológiát fogta, de a kormány a közigazgatás, a gazdaság terén ö, már viszonylag önállóan tudott kormányozni. Ez egyébként Magyarország specialitása, mert a többi szociális országban nem így volt. Na most a rendszerváltás ezt megváltoztatta, mert Megérkezett a kapitalizmus, amely kapitalizmusnak a politikai felépítménye, a parlamenti demokrácia, tehát a többpártrendszer, a parlament elsődleges tevékenysége, mert ugye a szocializmus államigazgatási állam volt, lényegében rendeleti kormányzással, most ugye kibontakozott a Parlament megjelent a check and balances, tehát a ellenhatalmak rendszerében való kormányzás, tehát egy, egy államhatalmi ágak megosztása és egyensúlya. Ez mind-mind a rendszerváltás hozta, amely azonban Magyarországon nem forradalmi úton, hanem lényegében evolutív módon történt. Ebben a könyvben én azt írom le, hogy én úgy gondolom, hogy bár itt is természetesen van folyamatoság, tulajdonképpen a 2011-es alaptörvény nagyon jelentős mértékben szakít a 89-90-es rendszerrel, és lényegében eljuttat minket egy negyedik magyar köztársasághoz. Tehát ez már államszervetileg nem ugyanaz, mint ami volt a 90-es évek elején. Ez az én értékítéletem. Nagyjából egészében egyébként a Magyar Társadalom Irodalom túlnyomó többségének ugyanez a véleménye. Hogy milyen fogadtatásra az számítok? Hát, ezt én nem tudom, én igyekeztem ezt a könyvet középről megírni, tehát egyik oldalról, ha így nézzük, lehet, hogy nem tetszik se a jobb oldalnak, se a bal oldalnak, de az is lehet, hogy egy kicsit tetszik a jobb oldalnak is, meg a bal oldalnak is, de ez inkább szerencse kérdése. Én mélyen remélem, hogy nem bántottam meg senkit se vele. A könyvnek a stílusa egy kicsit ö, ilyen cinikus, stoikus, jellegű, én vallom, GB Show után hogy az a cinizmus, amely nem sért és nem bánt senkit, az szórakoztató is. Ennek következtében én ennek nagy híve vagyok, de valaki nem szereti. Hát ezt majd meglátjuk.